Köszöntöm Önöket! Marjai Virág vagyok. Ez itt az Építészet 21. A 89 éves CF tanár úr, azaz Kalmayer Ferenc egy-egy munkáját ismerhetik meg. Egy kimagasló építész életművét, melyen keresztül szinte az egész 20. századi történelem is kirajzolódik. A Kalmayer ősök Dániából érkeztek. A viking tengerész család messzire szakadt sarja folyami hajós kapitány lett a Dunán, majd Pozsony-liget faluban telepedett le. Fiatalságának éveit meghatározta a II. Világháború, majd az 1956-os forradalom olyan hatással volt generációjára, amely életpályájukat is áthatotta. 4 éves koromtól kezdve gyönyörűen rajzoltam. Apám belém oltotta, hogy ha ezt így folytatom, akkor még Munkácsi Mihály is lehetek. Hát az nem lettem, de a rajztanárom, aki nagyon-nagyon kedvelt engemet, az mondta, hogy akkor a képzőművészeti főiskolára kell majd mennem. Ám de jött a háború, és a dolog valahogy máshogy nézett ki, és a Meilinger festőművész úr, aki a rajztanárom volt, azt mondta, hogy én most már nem azt szeretném, hogyha festenél, rajzolnál, hanem tudod, megélni is kell tudni. És ez a megélés pedig csak egy irányba lehetséges, ha építész leszel. Hát így kerültem ebbe a műfajba. Miután a háború utolsó évében Leventeként szerzett életre szóló tapasztalatokat, a Rákosi korszak légkörében, de a háború előtti nagy tanár generációtól tanulva végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karát. Elsőkor között voltunk, akkor alapítottam az irodámat, és amerikaiakkal kerültem kapcsolatba. A Jimmy Carterrel, a Habitat mozgalmával, és elkezdtünk Magyarországon is csinálni házakat. És ez a háttér biztosította azt, hogy egy szép napon megjelentek nálam, és letettek a rajzasztalomra egy Apple számítógépet, hozzátartozó használati utasítást, és én egy olyan pár hét alatt a munkatársaimmal megtanultunk, hogy kell rajzolni. Ez volt az első ilyen dolog is. Én úgy vettem észre, hogy ebben nagyon sok érdekesség rejlik, és ma már le kell kopognom, hogy nem tudnék élni számítógép nélkül. A számítógép és a gépi rajz soha nem fogja azt adni, amit az ember belelehel a kezünk keresztül a rajzba. A kézi rajznak lelke van, a gépi rajznak gépje van. Átélte a Kossuth téri vérengzést, a tömeg közé csapódó gépfegyver sorozatok elől a mezőgazdasági minisztérium árkádjai alatt keresett menedéket. Ennek állít emléket egyik legismertebb emlékműve, az épület pilléreire rögzített, a falba csapódó lövedékeket megidéző, acélgolyókból álló installáció. Ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy birtokomban van egy olyan épület, amit 60 évvel ezelőtt építettem, ez Badacsonyban van, a Poharazónak nevezik, amelyik nem változott. Olyan ma is, ahogy én megterveztem. Hát ilyen szinte nincs még. 1957-ben elkészült tervei szerint a Badacsonyi Poharazó különleges jelképpé váló épülete magán hordozza a Kései Le Corbusier hatását. A különleges építmény hagyományok tiszteletben tartása mellett modern gondolatokkal kiegészülve haladta meg korát. Ilyen a különös, lekerekített formájú, kisméretű üvegablakokkal díszített bazalt kőfal és a szabadtéri teraszt lefedő vitorlavászonból készült ponyva is. Én amikor kezdtem az építészetet, akkor a Bauhaus stílus volt a uralkodó stílus, és
mi abba vágytunk, hogy ha nagyok leszünk, akkor mi is Bauhaus építészetet fogunk csinálni. És ez bizony a szociál megjelenéséig is kitartott. És ebben a műfajban Corbusiert csodáltam, mert Corbusier, és ezt nagyon kevesen tudják, az építészetét, a Bauhaus építészet letisztulásán keresztül Magyarországra szedte. Az az építészet, amit látunk, ronsan, bármelyik épületet mondhatnám. Ez bizony Corbusier által is hirdetve, nem szégyelve, de a magyar alföld építészetéből táplálkozott. A tihanyi regecukrászda is kiváló példája a kor magas színvonalú műemlék rehabilitációs munkáinak. A rendeltetésüket elveszítő barokk gazdasági melléképületek fennmaradásának záloga az volt, hogy a 60-as évek építészeti megoldásait alkalmazva új, fenntartható funkciót nyertek. A magyar népépítészetben volt egy olyan, minek is nevezzem, hajlékonyság, amelyik részint abból származott, hogy gyenge silányanyagokat építettek be. Ez, például a vályog az egy képlékeny valami volt, ugye azt kézzel és ásóval is lehetett mintázni, de hát a fedélszékbe, ugye a fedélszék, a paraszti fedélszék az egy pár év alatt megrodjant. A megrogyant tető az a külföldi számára egy csoda volt. Nem a megrogyantat látta benne, hanem azt a formálható anyagot, amivel állítólag a paraszt élt. A tihanyi műemlékes munkákkal egy időben 1962-ben készült el Kálmeier legismertebb balatoni munkája, a Badacsonyi Tátika étterem. A móló mellett a Balaton parton felépült épület a kor elvárásainak megfelelően 400 fős befogadó képességgel várta a vendégeket, a földszinten gyors kiszolgáló étteremmel, az emeleten zenés szórakozó helyjel és cukrászdával. A Magyar Építőművészek Szövetsége Mesteriskolának köszönhette Kálmeier Ferenc, hogy 1963-ban bekerült azon négy ifjú építész közé, akik Goldfinger Ernő magyar származású, Londonban élő sztárépítész támogatásának köszönhetően Angliában szerezhettek munkatapasztalatot. 1951-től meghívott előadó és gyakorlatvezető volt az építészkaron, 1987-től pedig az angol nyelvű tagozaton is. Mint a globalizmusban minden tömegessé válik. Ha én elmondom azt, hogy 1945, aztán ugye 46-47-ben kezdtem az egyetemet, akkor már incselkedtem az építészettel, és hát megismerkedtem egy-két névvel. A Műegyetemen volt három építész tanszék. Ebben a három építész tanszékben az elődeim körülbelül 10 voltak egy év folyamban. Amikor engemet felvettek, akkor mi már 110 voltunk. Aztán ez így ment tovább, és ma már ugye nem csak a Budapesti Műegyetemen tanítják az építészetet, hanem számos más helyen, tehát eltömegesedett. Ennek az előnyét a társadalom meg kéne, hogy élvezze, mert verseny alakul ki az építészetben, ez a verseny azonban az építésznek nem kedvező, mert lefelé viszi az árakat. És az a kontroll, ami kellene ahhoz, hogy ténylegesen a társadalom jó építészet, az ilyen tömegépítészetben szinte lehetetlen.
Hazatérése után 1965-ben a Nagy-Britanniából vásárolt Klebs könnyűszerkezetes előregyártási rendszer honosításáért felelt, amely Magyarországon az első közt számítógépes tervezési folyamatra épült. Majd iskolák sorát tervezte az új technológiával, hiszen közel 40 magyar iskolát Kalmeyer Ferenc nevéhez köthetünk. Ezt egy könnyűszerkezetes rendszernek köszönhetem, hogy ilyen sok iskolát tudtam tervezni, és kialakítottam egy olyan stílust, ami a könnyűszerkezetes iskolákat nem uniformizálja, hanem mindegyiket letapinthatóan mássá teszi, és ez a belsejében volt, és bármennyire könnyűszerkezet volt a külseje, alumínium, acélüveg, stb. A belsejére koncentrálva ott bizony kézműves munkával, téglával csináltam, és minden, ahogy mondja, 40 iskola, mind más volt az interiőrje. Felfedeztem egy olyan módszert, ami az iskolát, mint taneszközt kezeli, és ehhez az iskola utcát alakítottam ki, a latin nevet adtam neki, Via Scoli. És az a Viaszkóli alkalmassá tette azt, hogy a kis emberek az osztályokból kiáramolva ebbe a Viaszkóléba, mint egy nagy aulába jöjjenek, és az aula pedig millió célra volt alkalmas. De a legkedvesebb épületem az mégiscsak vasbetonból készült, és ez a Budapesten az Egyesült Államok nemzetközi iskolája a Diana úton. Ebben a büszkeségem az, hogy kiküszöpöltem a lépcsőt, és helyette rámpát tettem bele. És a rámpa az tulajdonképpen a vízszintes folyosónak egy függőleges irányba menő folytatása. Tehát tulajdonképpen két szintes iskolaépületben nem érzi az ember, hogy lépcsőt, hogy emeletet kell járnia. Ezt nagyon-nagyon szerettem. Korábban írt számtalan szakcikke, szakkönyve és ismeretterjesztő munkája után most is újabbakon dolgozik. Idén a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata levelező tagjai sorába választotta. Eközben archívumának digitális másolatát a Lechner Tudásközpontban helyezte el. Az én építészeti hitvallásom irtó egyszerű. Egyszerűség és időtállóság. Az egyszerűség a formai egyszerűségre vonatkozik, az időtállóság pedig olyan anyagok használata, amit most nagyképű leszek, a piramis építők használtak, akár ezer évekig eltart. A Magyar Építőművészek Szövetsége dr. Kocsis Iván professzor tiszteletére és emlékére Kocsis érem kitüntetést ad át. A díjat idén Tomai Tamás íbődíjas építész vehette át. Tomai Tamás 40 esztendős pályája során igencsak megszolgálta a Kocsis éremmel történő kitüntetését. Oktatott a MIF Mesterképző Intézetében, majd a MOME doktori iskolájában, a BME építészmérnöki karán. 1986-tól részt vesz a mesteriskola munkájában, jelenleg is nagy hatású mestere ennek a generációkat nevelő sajátos intézménynek. A Kocsis Iván díjat 1990-ben alapította a Magyar Építőművészek Szövetsége. Kocsis Iván egy nagy hírű építész elődünk, tanárunk, az én nemzedékemnek már nem, de mondjuk még 56-ban aktív volt a tanár úr. Mondom, 90-ben alakította az Építőművész Szövetség. A szövetség adományozza ezt az emlékérmet. Ez egy szép bronz érem, és egy ilyen igazából erkölcsi tartalma nagyon nagy.
Ezt magunk között a Építészek Fair Play díjának hívjuk. A kitüntetést évente osztják ki egy szakmai kuratórium javaslata alapján, a szakma Fair Play díjaként, oktatóként és tervező építészként is kiemelkedő minőségben tevékenykedő építőművész részére. Olyan építészek kapják, és ez így történt az elmúlt 26 évben, most 27-szer, akik nem csak alkotó építészek, hanem tanítanak. Különböző formában, van, aki tanárként, van, aki a építész munkája mellett a műteremben. Volt olyan kollégánk a kitüntetek között, aki kiállítás szervezésekkel. Tehát ez a kettős kritérium, hogy alkotó építész legyen, és valamilyen tanítómester, ez az odaítélésnek a kritériuma. Ennek bizony az építész társadalomban egy ilyen erkölcsi súlya van ennek az éremnek. Tomai Tamás alkotásai a kortárs magyar építészet megkerülhetetlen példái. Lakóházai, középületei és irodaházai tanulságain az utóbbi 25 esztendőben több generáció nevelkedett. Konstruktivista szellemű, elegáns, tiszta vonalú, egyszerű, természetes anyagokból készült építmények jellemzik munkáit. Maga az építészet véleményem szerint egy változás előtt áll. Azt gondolom, hogy a modernnek, utána következő posztmodern ugye az egy nagyon rövid életű dolog volt, 10-15 éves, és utána következett még a modernnek a feldolgozása. Ennek bizonyos értelemben vége van, illetve nem tudjuk, hogy ez milyen irányba fog elmenni. Az látható, hogy a úgynevezett csúcsépítészet, vagy a sztárépítészet, az egyértelműen elment egy úgynevezett képi építészetbe, tehát egy képzőművészeti irányba, tehát ami sokkal radikálisabb változást jelent a modernhez képest, amelyik modern az még ilyen szempontból csatlakozott a tradicionális, illetve a történelmi építészethez. Az építészet, mint foglalkozás, manapság üzletorientált és árbevétel központú, így a tervezések szabadsága kötöttebb. Tomai szerint az építészek szerepvállalása pedig inkább kiszolgáló, szolgáltató lett mára. A Kacsa utcai saroktelken épült kisméretű irodaháza kitűnik, ezzel együtt mégis belesimul a környezetébe. Két eltérő méretű és helyzetű tömegre van bontva, amelyeket a föld alatt három szintnyi mélygarázs köt össze, vizuálisan pedig a téglaburkolat és a téglalap alakú ablakok adják meg az érezhető összetartozást. Azt gondolom, hogy a magyar építészeti oktatás kezd vonatkozási pontokat találni a nyugati építészet oktatásban, ami sokkal nyíltabb, szabadabb, nem annyira akár az épület szerkezeten, vagy a statika feladataira, vagy azok vonatkozására koncentrál, hanem sokkal szabadabban, és amiből származtatható természetesen egy nyíltabb és képzőművészet felé tekintő felfogás. Ma Magyarországon 400-500 építészt képeznek egyszerre. Ez nagyon nagy szám a 80-as évekhez képest. Tomai véleménye szerint a diákok ma rengeteg információ birtokában vannak, így kiegyenlítődött a helyzetük a tanárral szemben. A hierarchia megszűnőben van, egyenrangú felek találkoznak, és a tanár is profitál a diákjai tudásából. Ha összehasonlítunk egy mai negyed vagy ötödévesnek a tervét, egy
40 évvel ezelőtti, vagy diplomatervét, hihetetlenül nagy a különbség, olyan, mintha egy kész építéssel állnánk szembe. Ebben bizonyos szempontból közrejátszik természetesen a számítógépes tudásnak a feldolgozása, de alapvetően közrejátszik ugye ez az információ tömeg, ami mondjuk 40 évvel ezelőtt nem állt rendelkezésre. Voltak lapok, természetesen kicsit csökkentett létszámba, de az a tudás, amit az internetről be lehet szedni, és az az információ, az a képhalmaz, tehát óriási képhalmaz, és ebből a képhalmazból lehet dolgozni, tehát lehet válogatni, és hogy aztán az egy kérdés, ami jelen pillanatban nem eldönthető, hogy ez a felhigulása, vagy a hétköznapokban teljes mértékben leszivárgott modernnek az alkalmazása. Valaki azt állította, hogy a Tomai ház nem öregszik, az időn kívül áll, nem divatról, trendről beszél. Ezért is tud Tomai Tamás a fiatalok, az újra egyfolytában fogékonyak, mindenkori partnere lenni. Ez volt már az Építészet 21. Jövő vasárnap délután ismét várjuk Önöket. Adásaink visszanézhetők az Echo TV honlapján. Köszönjük figyelmüket! A viszontlátásra!